Köszöntöm tudományos magazinunk nézőit! Idegvédő vegyületeket szabadalmaztak, szegedi kutatók fejlesztik. Baktériumot neveztek el egy szegedi mikrobiológusról. Genetikai együttműködés Szeged és Kolozsvár között. Sok gyermeksír találtak a régészek Szeged régi temetőjében. Ezek mai témáink. Sejtvédő vegyületeket védett le szabadalmi oltalommal a Szegedi Tudományegyetem neurológiai klinikájának kutatócsoportja. Olyan vegyületeket találtak, amelyek gátolják a sejtek, többek között az idegsejtek pusztulását. A kutatást nagyban segíti, hogy több kar, többféle tudományterület kutatói dolgoznak együtt. A neurodegeneratív betegségek sok embert érintenek Magyarországon. 45 ezer sztrókos, 18 ezer Parkinson-kórost és 8 ezer szklerózis multiplexes beteget tartanak nyilván. Ezeknek a kórképe eltérő, de közös vonás, hogy az idegszövet károsodik, illetve pusztul. A szegedi kutatások célja, hogy ezt a pusztulást próbálják különböző gyógyszerekkel megakadályozni vagy csökkenteni. A neurológia fő problémája ugyanis, hogy az idegsejtek nem regenerálódnak. Az, hogy nem regenerálódnak, ez is kezd egy kicsit azért úgy új megvilágításba kerülni, mert vannak olyan sejtek az idegrendszerben, amelyek bizonyos körülmények között képesek regenerációra. Tehát át tudnak alakulni olyan sejtípussá, amelyik pont abba a struktúrába kell. Valójában azonban nagyon fontos a mindennapi klinikai gyakorlat szempontjából, amit mi a kutatás szintén vizsgálunk, az a lényege, hogy hogyan lehet, a már megtörtént például egy stroke esetében, hogyan lehet az infarktus nagyságát csökkenteni, illetőleg vannak olyan vizsgálataink, amelynek az a lényege, hogy hogyan lehet például a migrénes rohamot gátolni ezekkel az új típusú molekulákkal. A szegedi kutatásokban nagy előnyt jelent, hogy a városban, az egyetemen és a Szegedi Biológiai Központban sokféle tudományterület képviselői dolgoznak. A molekuláknak a szintézisét az Fülöp Ferenc akadémikus és munkacsoportja végzi a gyógyszerészkaron. A tesztelése az részben Újszegeden Toldi professzor úr, a biológia professzora, akadémiai nagydoktor, az ő laboratóriumában történik, illetve itt a neurológiai klinikán. De azért ez egy ennél sokkal drágább program, hiszen immunológiai vizsgálatokat végzett Mándi Ivett professzorasszony, vagy például a hasnyálmirigy gyulladás befolyásoló hatását vizsgálta rakoncai és hegyi professzorok, de ugyanígy együttműködünk a Műtéttani Intézettel, ahol a Boros professzor úr vezetésével történik, Kaszaki tanár úr közleműködésével vizsgálat, amiben viszont a bélgyulladást vizsgálják. Tehát azt lehet mondani inkább, hogy nem csak idegrendszeri, hanem gyulladásos immunológiai hatásokat is tanulmányozunk. A Gyógyszerkémiai Intézetben létrehozott molekulákat helyben tesztelni is tudják. Egy kevéssé ismert rendszer a szervezetben, az az úgynevezett kinurenin rendszer. A kinurenin az a triptofánból keletkezik, mindenki, aki a biológus, orvos, mindig a szerotoninról beszél, tehát valójában azonban ez a aminósav 95%-ban kinureninné alakul. És a kinurenin az minden sejtben jelen van. Azt lehet mondani, hogy az anyagcserének egy nagyon fontos része. Az egyik ilyen metabolitja a kinurénsav, amelyik protektív hatású, védő hatású, tehát olyan receptorokhoz kötődik, amelyek védi a sejteket. Nos, a mi kutatásoknak ez a lényege, hogy olyan kinurénsav analógok történnek, szintézise történik a gyógyszerkémián, amelyeket mi tovább vizsgálunk. Mi az oka ennek? Kettős oka van, egyrészt ez a kinurénsav nagyon rosszul jut át a véragygáton, tehát nagyon nehezen penetrál az agyba, ezért abban reménykedünk, és ezeket az a jelen adataink alátámasztják, hogy találunk olyan molekulát, ami jobban tud bejutni. A másik pedig abban reménykedünk, hogy ezeknek a molekuláknak a farmakológiai profilja olyan lesz, hogy hosszabb ideig jelen lesz az idegrendszerben. Ezt szabadalmaztatták most, ám a hatásmechanizmust még tovább vizsgálják. Valójában úgy dolgozik a kinurénsav, hogy a sejt felületén, tehát a neuron felületén vannak úgynevezett receptorok vagy kötőhelyek. Ezek a kötőhelyek bizonyos esetekben nagy bajt tudnak csinálni, mert hogyha azok a molekulák, csak mondok néhány nevet, ami persze idegen, de talán mégse érdemtelen, glutaminsav, aszpartát, kinolinsav, tehát ezek az úgynevezett excitáló molekulák nagyon nagy koncentrációba keletkeznek, ezekhez a kötőhelyekhez kötődve megölik a sejtet. Na most a kinurénsav oda kötődve ezekhez a receptorokhoz gátolja
hogy ezek a excitáló, nevezzük ölő molekuláknak tönkretegyék a sejtet. A hatást egyelőre állatkísérletekkel vizsgálják. Az egészséges egér gyorsan megtanulja, hogyan tud végigmenni a csillag alakú labirintusban. Pontosan kimutatható, hogy a megbetegített állatnak mennyire lassul le a mozgása, hogyan romlik a tájékozódó képessége. Végül azt is részletesen elemzik, hogy egy-egy új szer mennyire képes lassítani ezt a romlási folyamatot. Az OpenField magatartás tesztekkel különböző neurodegeneratív elváltozásokkal járó betegségeket lehet vizsgálni, amelyeket állatmodelleken váltunk ki, mint például az Alzheimer-kor, illetve Parkinson-kor. Ezek a dobozok alkalmasak arra, hogy az állatok mozgását detektálják, a fenderítő mozgásukat, illetve a szorongó viselkedésüket. Lecsorok találhatók a doboz oldalában, attól függően, hogy egeret vagy patkányt teszünk bele, állítjuk be, hogy melyik lecsor milyen magasságban működjön, és a program érzékeli ezeket a mozgásokat, és rögzíti nekünk. A rendszer pontosan rögzíti az állat útvonalát, méri a mozgás gyorsaságát vagy tétovaságát. A viselkedési és a szövettani vizsgálatok párhuzamosan folynak. A feldolgozás az immunhisztokémiai technikára való előkészítés, az úgy történik, hogy egy fagyasztva metsző készülékbe, ami mínusz 20 fokot generál, ebben lefagyasztjuk ezeket az agymintákat vagy a gerincfelőt, beágyazzuk, és ezzel a gépezettel mínusz 30 mikrométeres metszeteket készítünk, és ezeket a metszeteket ezután egy folyadékban gyűjtjük, és ezután immunhisztokémiai festésnek vetjük alá. Ezzel különböző fehérjéket tudunk azonosítani, enzimeket, markereket tudunk megfesteni, úgymond, ami arra utal, hogy az adott betegségben milyen változás történt ezeken a fehérjéknek a szintjein. Van egy csapatunk, akik migrénnel is foglalkozunk, és amiket az előbb látunk kinti meteteket, azok legvégül ide jutnak ide a mikroszkóp alá, ahol sejtszámolást, illetve leprett területet mérünk a metetekből. Különböző markerekre végzünk immunhisztokémiai festést, egy-egy kísérletben több markert is meg szoktunk nézni, és igazából ez az immunhisztokémiai feldolgozásnak a végső lépése, ugye a mikroszkópos analízis. És utána ezekből a sejtszám, illetve terület adatokból csinálunk statisztikát, és az alapján döntjük el, hogy egy adott általunk vizsgált anyag, vagy éppen az adott kísérleti modell az mennyire jó, és illetve mennyire modellezi az adott feladatot, amit mi vizsgálni szeretnénk. A képen patkány nyúltfelejéből készült meteteket láthatunk. A mi kísérleteinkben főleg ez a hátsó szarvi régió, ami érdekes, és ennek is a felső két, ez a nagyon vékony rétege, amit mi vizsgálunk. Itt végezzük a sejtszámolásokat, illetve itt vizsgáljuk azt, hogy a különböző anyagoknak a fedelomra gyakorolt hatása milyen. Vannak szabadalmaink, olyannyira, hogy például a Huntington-kór esetében is van egy szabadalmunk, de ugyanígy a fejfájás területén is ezek a molekulákra, illetőleg a most van kettő olyan szabadalmunk épp a beadás fázisába, sőt már részben befogadás fázisába, amelynek az egyiknek az a lényeg, ez Dékány Imre akadémikussal közösen, amelynek az a lényeg, hogy bevonja a molekulákat, hogy fizikokémikus, és sokkal jobban átjutottak a véragyáton ezek a molekulák. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy új technológia. A másik pedig Fülöp Ferenc és Tóli professzorokkal ennek az a lényege, hogy egy merőben új molekula családnak a struktúráját az lesz leszabadalmaztatva, és ennek a biológiai hatásai. Anerokókusz nagyé. Így hívták azt a baktériumot, amelyet holland kutatók izoláltak, de egy szegedi professzorról neveztek el. Nagy Erzsébet 16 évig vezette a Szegedi Egyetem Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetét, s azt az úgynevezett anaerob baktériumok vizsgálatának egyik nemzetközi jelentőségű műhelyévé fejlesztette. Ezek a mikroorganizmusok csak oxigén nélküli környezetben képesek szaporodni. Szervezetünkben sok száz baktérium él. Ezen baktériumok többsége hasznos a szervezet számára. Például a vastagbélnek védelmet is jelentenek kórokozó baktériumok ellen. Néha azonban a helyzet megváltozik. Ha ezt az egyensúlyt fölborítjuk, azaz a kolonizációs rezisztenciát csökkentjük,
akkor fordulhat az elő, hogy más patogén baktériumok például hasmenést okoznak. Veszélyt akkor jelentenek, ha például egy műtét vagy gyulladás következtében a szervezetben olyan helyre kerülnek, ahol szaporodási körülményei kedvezőek. Az anaerob baktériumok is sokfélék. Ezeket molekuláris módszerekkel, ma már molekuláris módszerekkel, tehát a DNS alapján határozzák meg. Régebben biokémiai próbákkal válogatták szét a baktériumokat különböző csoportokba. Anaerokokkuszok egy elég népes csoportját képezik az anaerob baktériumoknak. Ezek is azok közé tartoznak, amelyek velünk élnek. Hogy pont ez a baktérium, amelyet most elneveztek rólam, ez milyen szerepet fog játszani, vagy játszik ma patogén folyamatokban, azt még elég nehéz megítélni. Ezeknek a baktériumoknak a vizsgálatához a laboratóriumban speciális körülményeket kell teremteni. A rendszeren keresztül olyan gázkeverék kerüljön bele, ami oxigént nem tartalmaz, illetve ha mégis nyomokba bekerül oxigén, akkor azt le tudjuk csapatni vízzé a benne lévő hidrogénnel, a keverékbe lévő hidrogénnel. Tehát alapvetően az a lényeg, hogy ezen a kabinon belül oxigénmentes környezet alakuljon ki. Emellett a bonyolult kabin mellett vannak egyszerűbb berendezések is, amelyek alkalmasak arra, hogy anaerob körülményeket alakítsunk ki, különösen akkor, amikor kevés számú vizsgálati anyag érkezik be. A megfelelő környezetben kitenyésztett baktériumtörzseket vizsgálják. Azt mondta, hogy gyönyörű. Mi ezen a szép? Hát ezen sok minden szép. Elsősorban az, hogy az intézetben dolgozó asszisztensek olyan szépen szélesztenek, hogy izolált telepek láthatók. Itt pedig az a nagyon szép rajta, hogy egy pigment képző anaerob baktériumot látunk. Igazság szerint le lehetett volna törölnünk a följegyzést ott hátul, akkor talán még inkább jól látszanának a hemolizáló telepek. A baktériumok felderítésének korszerű technológiája az úgynevezett tömegspektrometria. Ma már olyan készülékek vannak, amelyek hatalmas adatbázissal rendelkeznek, és a konzervált fehérjéi alapján tudják meghatározni és besorolni a különböző baktériumokat. Három helyen elérhető ma Magyarországon ez az új technika. A Malditov tömegspektrometriás mérés, ami kifejezetten a tömegspektrometriának egy olyan fejlesztése, ami a klinikai mikrobiológiában alkalmazható. Elsősorban alkalmazható a baktériumok, gombák azonosítására, tehát spécies besorolására, de ma már a fejlesztések ott tartanak, hogy a tömegspektrogram alapján a fehérje eltolódások alapján tipizálni is tudjuk az ugyanazon fajba tartozó mikroorganizmusokat. És hát a jövő az beláthatatlan, hogy fejlesztések hová fognak még vezetni. Miután az anaerob baktériumok izolálása meglehetősen időigényes és speciális körülményeket igényel, ahogy említettem, ezért az adatbázis fejlesztése ezen a területen valóban összefogást igényel, olyan referencia laboratóriumok összefogását, amelyek képesek ezeket a baktériumokat korfolyamatokból vagy egészséges emberekből izolálni. Ennek kapcsán derült ki, hogy több olyan izolátum létezik, betegből izolált törzs, amelyek a molekuláris módszerekkel, a DNS alapú identifikálással nem voltak besorolhatók, tehát egyik ismert úgynevezett spéciesbe se lehetett őket besorolni. Az egyik új eredmény, hogy a hollandok olyan fajt azonosítottak, amelynek tulajdonságai jelentősen eltérnek az ismertekétől. Itt döntött a holland kutatócsoport arról, hogy egy új spéciesként bejegyezteti
az Aneirococcus nagyét. Elég nehéz lesz ezt kimondani, úgy gondolom. Kémiai reakciókat, elemeket vagy betegségeket gyakran neveznek el arról, aki felfedezte vagy először leírta őket. A baktériumoknál kicsit más a helyzet. Meg tudok említeni egy baktériumot, egy anaerob baktériumot, amely úgy is lehet mondani, hogy az anaerob mikrobiológia, az anaerob infekciók pápájáról lett elnevezve. Ő egy amerikai kutató, most a 90-es éveinek közepén jár, és úgy hívják, hogy Sid Feingold. A baktérium, amit róla elneveztek, Feingoldia magna. De Aneirococcus prevotii, szintén egy másik anaerob kutatásokban sokat az asztalra letett kutatóról lett elnevezve. Nagy Erzsébet megtiszteltetésnek tartja, hogy baktériumot neveztek el róla. Ám azt mondja, nem véletlen, hisz a Szegedi Intézet évek óta referencia laboratórium. Van egy tudományos társaság, amelyet úgy hívnak, hogy Európai Klinikai Mikrobiológiai és Infektológiai Társaság, ESCMID a rövidítése, és ennek az Európai Társaságnak elég hosszú ideje az egyik munkacsoportját vezetem, amelynek a célja éppen az, hogy az anaerob baktériumok által okozott infekciókat kutassa. Abba a bizonyos stadiba, amelyről az előbb beszéltem, ahol megpróbáljuk ezeknek a baktériumoknak az identifikálását elősegíteni azáltal, hogy együtt dolgozunk egy céggel az adatbázis fejlesztésen, abba is a mi intézetünk laboratóriuma is részt vesz. Több irányú együttműködés bontakozik ki a Szegedi Tudományegyetem, a Biológiai Központ és az Erdélyi Bábes-Bolyai Tudományegyetem között a genetika területén. A kolozsvári intézményben nagy igény van a genetikai képzésre, de nem volt hozzá megfelelő magyar nyelvű tanári karuk. Az STE Genetikai Intézetének tanárai eddig szinte saját költségeken jártak kioktatni. Most viszont egy minisztériumi támogatás segítségével sokkal könnyebb lett minden. A Babes-Bolyai Egyetem és a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete 2005-ben kötött együttműködési megállapodást. Abban az időben egy erdélyi magyar gyerek, bizonyos Markó Bálint a Genetikai Intézet rovargenetikai csoportjába dolgozott egy rövid időre, és ő vetette fel azt, hogy nagy igény lenne Kolozsváron az egyetemi hallgatók körében arra, hogy genetikát olyan emberek oktassanak, akik genetikai témájú kísérleteket is végeznek, és széles rálátásuk van ennek következtében a nemzetközi trendekre, azokra a problémákra, amik a genetikai kutatásban divatosak, és általában a biológiai ismereteik így módon a kinti diákoknak is szélesebb körül lehetne. A Szegedi Tudományegyetem úgy jött létre, hogy a Kolozsvári Egyetem a trianoni döntés után Szegedre költözött. Sok kitűnő professzor is átjött, és ez is közrejátszott abban, hogy Kolozsvárt nagy hiány volt genetikusokból. Külön meg kell említeni ennek a kollaborációnak a kapcsán egy román professzornak a nevét, Popescu professzornak, aki egy igazi európér ember, Svájcban dolgozott nagyon sokáig, és onnan tért haza a Kolozsvári Egyetemre, egy abszolút nyitott világfi tulajdonképpen, egy olyan tudós, aki nemzetközi kapcsolatokban gondolkozik, és egyáltalán nem nacionalista, és így módon az ő segítsége is kellett ahhoz, hogy végsősorban ez a oktatás meginduljon. Az együttműködésben kezdetektől részt vesz a Szegedi Egyetem is. Vezető oktatók szívesen mentek oda tanítani, gyakran önkéntesen. Nagyon kalandos úton sikerült elérni, hol nekünk, hol pedig a kolozsváriaknak. Egy időszakban a Szapienci Alapítvány adott támogatást, azonban miután megalakult a Szapienci Egyetem Kolozsvárot, ezután ez a támogatási lehetőség megszűnt. Attól kezdve esetleges volt a támogatás, illetve volt olyan időszak, amikor az előadók saját költségükön mentek oktatni, és ott is alkalmanként
az ottani professzorok, tanárok segítettek a szállásban. Tehát volt úgy, hogy magánháznál szálltunk meg. Amikor a szegedi kutatók elkezdtek Kolozsvárra járni, óriási volt az érdeklődés. Fantasztikus volt az a széleskörű befogadó készség, amit tapasztaltunk. Immunológiát oktatott Andó Pista, citogenetikát, génterápiát, Hadlacki Gyula, a fejlődésgenetika különböző ágait oktatták a Genetikai Intézet fejlődésbiológiai csoportjának a tagjai. A Tudományegyetem genetikai tanszéke alap klasszikus genetikát oktatott és drozofila genetikát. És ami megdöbbentő volt, és hihetetlen jó érzés volt számunkra, amikor mentünk előadni, hogy ugye ezek az előadások általában pénteken, délután, szombaton voltak, amikor nem volt egyéb elfoglaltságuk a hallgatóknak. Ennek ellenére gyakorlatilag a csilláron is lógtak a hallgatók, és hát ez számunkra, akik akkor is oktattunk magyar egyetemeken, meglehetősen jó érzés volt. Az SBK-nak nem volt célja, hogy tehetséges diákokat szipkázzanak el, de természetesen azóta sokan éltek a lehetőséggel. Kovács Levente Kolozsváron szerzett mesterszakos diplomát, utána a PhD hallgatóként került az SBK-ba. Most pedig a tudomány fellegvárába, Cambridge-be készül. Azt mondja, Erdélyben nagy igény volt a genetikai képzésre. Részünkről, hallgatók részéről, elsősorban azok részéről, akik inkább a biológiánk ezt a funkcionális, laborban művelhető ágát kedvelték, azoknak nagyon nagy szüksége volt és igénye arra, hogy olyan emberektől, olyan kutatóktól tanuljunk genetikát, akiknek tényleg ez a szakmájuk, ebben ők kísérleteket végeznek. Tehát így nem csak a tananyaggal kerültünk kapcsolatba, hanem a tudomány művelésének a folyamatáról is értesültünk első kézből olyanokról, akik ezt végezték, és ez úgy érzem, hogy létfontosságú volt ahhoz, hogy én magam is a kutatói pályára léphessek. Az utóbbi években az együttműködés intézményessé vált. Az utóbbi néhány évben, mióta hivatalosan is megalakult a magyar tagozat 2012 óta. Egy új, modern szálloda épült Kolozsvárott az egyetem szállodája, és ebben tényleg európai színvonalon tudnak bennünket fogadni. A támogatás nagyon jól alakul az utóbbi időben, mivel éppen most, ebben az évben, illetve 2015-ben nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta egy közös pályázatunkat a Kolozsvári Egyetem magyar tagozatával, és majdnem 2 millió forintot adnak erre a programra. PhD doktori fokozat megszerzése után egy elsődleges cél az, hogy Nyugat-Európában távolabbra is szakmai tapasztalatot szerezünk, kapcsolatrendszereket építsünk ki, illetve olyan bejárassuk magunkat egy adott tudományterületre, olyan értéket, szellemi értékeket elsősorban tudjunk magunkba szívni, amivel utána már visszatérhetünk akár Kolozsvárra, Szegedre, bárhova, ahova ezt a tudásunkat felhasználva tudjuk kamatoztatni az adott egyetem kutatóintézet javára. Egy régészeti feltárás sokféle érdekességet hozhat napvilágra, az elmúlt évszázadok emlékei közül. Így van ez akkor is, ha éppen kevés tárgyi emlék kerül elő, de az ásatás fontos tényeket bizonyít be elődeink életmódjából, vagy éppen arról, hogyan hunytak el. Szeged belvárosában több száz éves egykori temetőhelyén dolgoztak a Móra Ferenc Múzeum munkatársai. Szeged belvárosában, a Felhő utcában épülő társasház helyén már korábban ismert régészeti lelőhely, Szeged egykori temetője található. Mielőtt a területet beépítik, kötelező a régészeti feltárás. Így a sírok maradványainak megóvása érdekében összegyűjtötték a leleteket a régészek. Szeged egyik régi temetője volt itt ezen a területen, már az építkezések környező területen, az építkezések során is többször találtak csontot egészen az 1800-as évek végétől kezdődően,
és ezért vált szükségessé az, hogy most mi ide kijöjjünk. A feltárást először decemberben kezdték meg, később a hideg akadályozta a munkát, hiszen az összefagyott földben nem lehet ásni. Az enyhébb idő már lehetővé tette a folytatást, ám akkor meg a sok eső nyomán felgyűlt talajvíz nehezítette a munkát. A temető helye arról is árulkodik, hogyan változott Szegedváros lakott területe az elmúlt 2-3 évszázadban. Korábban, a korábbi időszakokban a templom körül temetkeztek, majd az 1720-as évek, 30-as évek fordulóján a belvárosi palánki plébánia templom körüli temetőt megszüntették, és akkor nyitották itt ezen a területen. Ez akkor tulajdonképpen a városnak a nyugati széle volt. A temetőnek a magja az nagyjából itt pont ezen a részen található, tehát a Kálvária, a Sugárút és a Nagykörút által övezett területen feküdt. És maga a temető nyilván az évek során, évtizedek során bővült, egészen 1831-ig temetkeztek ide. A korábbi évszázadok szokásai szerint nem csak a templomaikban, hanem a temetkezések során is elkülönültek egymástól a különböző vallású emberek. Az északi része, az a Zoltán utca vonaláig elhúzódott, valamint lefelé a déli rész a Gyertyámos utca vonaláig, míg a keleti oldala Jósika utca vonalába haladt, és hát a források szerint és a térképi adatok szerint az északi résznek, tehát a Kálváriától északra található résznek a keleti oldalán volt a Rácz temető, a nyugati oldalára temetkeztek, ott egy katonai temető volt, és itt ez a rész, ahol mi állunk, ez volt a katolikus temető rész. A feltárás során is eddig kereszteket, olvasó gyöngyeit találtuk meg, amik ránk maradtak, illetve koporsó deszkákat, koporsóhoz tartozó szögeket, valamint különböző viseleti kiegészítőket, gombok kerültek elő, bronzból, valamint hát valami fejdísz, párta talán maradványai, különböző ilyen húzalos, spirálos díszítmények, amik nyilván megmaradtak itt a földbe. A leletek nem csak az egykor Szegeden élt emberek vallási hovatartozására és gazdag vagy szegény voltára utalnak, hanem a 200-300 évvel ezelőtti nehéz életkörülményekre is. Viszonylag nem túl nagy ez a terület, és gyakorlatilag már több mint 60 temetkezést találtunk itt a helyen. Ez azzal magyarázható, hogy nagyon sok a gyermek sír, tehát ezen a pici területen is sok sírsorokban rendezetten viszonylag sűrű helyezkednek el ezek a temetkezések. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a 60 temetkezésből, hogyha arányait nézzük, akkor nagyjából egy ilyen 10 pár az, ami felnőtt, fiatal felnőttkorú temetkezés volt, és ehhez képest az összes többi az kisgyermek, tehát ezt úgy kell érteni, hogy elsősorban ilyen 1-6 éves körüli korú. A nagyarányú gyermekhalandóság egyik oka az volt, hogy az emberek többsége rosszul táplálkozott. Kevés vitamint és kevés fehérjét fogyasztottak, a fő táplálék gabonafélékből állt. A fertőzésekre és más betegségekre nem volt megfelelő gyógyszer, és persze védőoltásokat sem alkalmazhattak. Ez összecseng tulajdonképpen a történeti adatokkal is, tehát a történeti demográfia szerint gyakorlatilag a 18. század második felére, vagy még a 19. század elejére is igaz volt az, hogy ahhoz, hogy mondjuk 3 gyermek megérje a felnőtt kort, az legalább 8 gyermeket kellett az anyának szülnie, és ahhoz, hogy mondjuk 2 házasságkötési kort elérjen, ahhoz minimum 5-öt. Tehát, és ha az anyakönyvi, illetve a halotti anyakönyvi adatokat nézzük, akkor megállapítható az, hogy nagyjából a legnagyobb halálozási arány az 1-6 éves gyermekkorba volt, és hogyha még megnézzük, hogy 14 éves korig mennyien haltak meg, akkor az elhalálozottaknak gyakorlatilag több mint 60%-a esik ebbe az intervallumba, és ez most itt látjuk is. A sírok szintje 2-3 méterrel van mélyebben, mint a mai utcaszint, de ez nem azt jelenti, hogy annak idején szándékosan ilyen mélyre temetkeztek volna. Ez részben összefügg azzal, hogy nyilván változtak a domborzati viszonyuk, ugye az árvíz után a város korábbi domborzati szerkezete átalakult, és viszonylag magas feltöltési rétegek kerültek elsősorban a belvárosi, tehát a Tiszához közeli területek. Itt ezen a részen már kevésbé érvényesült ez. Gyakorlatilag
Azt mondhatom, hogy nagyjából olyan 1 méter mélységben már jelentkeztek a síroknak a foltjai, tehát nagyjából az a szint lehetett az, ami az akkori járószintet képviselhette. A megtisztított csontokat később az egyetem antropológusai vizsgálják meg. Ők állapíthatják meg pontosabban az elhunytak életkorát és egyes betegségeit is. Önök a Kvantumot látták. A Szegedi Tudományosság friss híreivel legközelebb március elején jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!